Jó reggelt kívánok, már is kezdjük a Mokkát. Az MSZP elnöke Tóbiás József megfogalmazta a menekült problémával kapcsolatos tanácsait Orbán Viktornak. Ezeket hallhatjuk most a szocialisták elnök frakcióvezetőjétől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, mik lennének ezek a problémák? Hát először az a probléma, hogy Magyarországon két alapvető kihívás van, az egyik a kivándorlás, a másik pedig az átvándorlásnak a kihívásai, amelyekre az elmúlt 8 hónapban a kormány semmilyen érdemi intézkedést nem tett, azon kívül, hogy egy nemzeti konzultációt, egy gyűlöletkampányt és egy kerítést kezdett el építeni. De azt látjuk, hogy egy óriási problémáról van szó, ami a így következő van. Hónapokban, években elképesztő méreteket fog ölteni. Ezt mindenki érzi. Ezt pont, mindenki de ezt a legelejétől pontosan megfogalmaztuk, ezért kellene egy felelős kormány. Ezért kellett volna az elmúlt 8 hónapban, január 19-én Kósa Lajos megfogalmazta, hogy több százezres menekült hullámmal lehet számolni. Ehhez képest ma augusztus 31-én azt tudjuk mondani, hogy érdemi intézkedés, mindaz, ami eddig történt, beszéljünk a kerítésről. A kerítés valójában csak felgyorsította a folyamatot, és minden nap arról számolnak be a híradások, hogy éppen hány ezer menekült érkezett Magyarországra. Ugye, és hány is hagyja el az országot. Mit tennének önök? Azt mondják, hogy a kerítés nem működik. Hát valamilyen úton, módon mégis meg kell állítani a menekült áradatot, azt az áradatot, ami egyébként a következő hónapokban még nagyobb lesz. De legalábbis úgy viselkedni ezekkel az emberekkel, akik valóban politikai okokból menekülnek, hogy emberi módon bánni velük, hogy emberhez méltó körülményeket teremteni számukra, miközben egyébként Magyarországnak a befogadó képessége és a kapacitása ezt jelen pillanatban nem teszi lehetővé. Hát az első, ami valódi probléma, hogy nevén kellene nevezni a dolgot, az ideérkező emberek döntő többsége átvándorolni kíván Magyarországon. Nem itt akar letelepedni. El akarja hagyni Magyarországot, amilyen gyorsan csak lehet. Talán az első és legfontosabb, hogy abba kellene hagyni ezt a gyűlöletkampányt, és érdemben kellene foglalkozni azzal, hogy miért nincs például kormánybiztosa ennek a területnek. Mindenre van már itt kormánybiztos ebben az országban. Egy olyan felelős vezető, akinek mind szakmai, mind pedig gazdasági értelemben van döntési kompetenciája. Például abban, ahogyan látjuk európai országokban, hogy külön vonat, külön busz szervezése, indítás, hogy a menekültek, az átlépéskor automatikusan eljussanak a menekülttáborokba, és ne Budapest különböző területein tűnjenek föl. A másik, ami talán nem 22 milliárdot kellene költeni egy kerítésre, amelyről már maga a Fidesz úgy gondolja, hogy nem hatékony, hiszen tranzitzónákat kíván létrehozni a kerítésen kívül, azért, hogy képes legyen a migránsoknak a kezelését, tehát a befogadásához szükséges adatkezelést elvégezni, akkor talán a legfontosabb feladat már réges-régóta az lenne, hogy olyan létszámbővítése legyen ezeknek a hivataloknak, amelyek képesek kezelni, hogy minél gyorsabb és hatékonyabb eljárásban megkapják azokat az engedélyeket az átutazók, és csak a legszebbet mondom, hogyha lenne egy pici figyelme a kormánynak, hogy a menekültek azok nem hétfőtől péntekig érkeznek, hanem döntő többségében hétvégén is megérkeznek. Hétvégén nincsenek hivatalok. Miért nem működteti a hivataljait az állam? A kormánynak a legfőbb érve ezzel kapcsolatban az az, hogy a visszatoloncolás miatt szeretnék azt, hogyha nem itt vennék nyilvántartásba a menekülteket. Mert ugye akkor ide fogják őket visszatoloncolni, amennyiben ezt megteszik más országok, akik nem fogadják be őket. De az azt jelenti, hogy akkor mindenkit vissza akar toloncolni, miközben pontosan, világosan kellene tudnia, hogy azokban az országokban, most éppen Szíriáról beszélünk, Szíriában háború van, emberek élete van veszélyben, ezért indulnak el. Így van. Na most, hogyha őket nem tudja kiszűrni másképpen, mint hogy amúgy az adatrögzítésben, a felvételben, az adatfelvételben hatékony, gyors eljárás tesz lehetővé. A harmadik, amely már réges-régóta ott van az országgyűlés előtt, a BTK módosítása, a szocialisták kezdeményezték, akkor nem volt fogadókészség a Fidesz részéről, és ma is azt látom, hogy a kétharmad elvesztésével a Fidesz dönthetett volna úgy, hogy tényleg valódi nemzeti kérdésként, sőt tovább megyek, Európa egészének kérdéseként teszi föl
a migráns kérdést, és arra keres megoldást az hazai demokratikus ellenzéki pártokkal együttműködve, nem, most éppen az alaptörvényt, vagy akár a kétharmados jogszabályokat kívánja megszenni. Szerintem ez a kétharmadnak köze van? Igen. Mármint, hogy hogyan kezeli a Fidesz a menekültkérdést? Nem, a törvényekhez van köze. A Fidesznek ma minden eszköze megvan arra, hogy felelősen eljárjon. Az elmúlt 8 hónapban e tekintetben valljuk be, nem tett semmit. Nem tett semmit. Ön nem érzi úgy, hogy önök is bagatellizálták a menekült kérdést akkor, amikor felmerült? Nem. És azt gondolták, hogy egy politikai marketing fogásról van csak szó, amit Orbán Viktor bedobott a köztudatba, hogy más dolgokról elterelje a figyelmet? Azért ilyen vélemények elhangzottak az önök részéről, nem egy? Én azt hiszem, hogy aki olvas egy picit a világban zajló folyamatokról, az pontosan látta, hogy a probléma az valós. Az első nyilatkozatommal egyértelmű tettem, hogy egy valós problémáról beszélünk, olyan problémáról, amely egész Európát érinti, nem Magyarországot érinti pusztán, egész Európát érinti. Erre viszont közös megoldás kell. Tehát a miniszterelnöknek nem arra kell hivatkozni, hogy miért nem megyek el Bécsbe, ahol Angela Merkel, német kancellár és a többi ország vezetői azon gondolkodnak, hogy milyen megoldást lehet találni, hanem akkor oda kell menni. Ezt gondolom erről a kérdésről, és ez nem is változott meg. Mi a válasz? Mi a válasz? Mi lenne a megoldás? Azon kívül, hogy egy konkrét megoldást mondott, hogy egy kormánybiztost ki kell jelölni nem arra, hogy mondtam. A menekült kérdést kezelje, eddig illetve hogy legyen mondtam. Ennek egy felelőse. Eddig négyet mondtam, de szeretném mondani, hogy van egy kormány, amely az elmúlt 8 hónapban rengeteg energiát fordított arra, hogy pártpolitikai célokra használja föl ezt a valós problémát. El kellene kezdenie a kormánynak felelősen döntenie, felelősen cselekednie. És amúgy pedig, ha a kérdést megnézzük, hogy mely az, ami valójában foglalkoztatja Magyarországot, hogy valójában a kivándorlás és az átvándorlás kérdése mellett még mi van, akkor számos olyan társadalmi problémánk feszít, tanévkezdéstől kezdve a szegénységen át, amellyel amúgy foglalkozni kell lenni. Tehát az is fontos kérdés, hogy hogyan kezeljük az átvándorolni kívánókat Európába. Van-e ebben együttműködés Európával? Hogyan kezeljük? Maradjunk itt egy pillanatig. Igen. Azt mondta, hogy külön vonatok kellenének. Külön vonatok arra, hogy ugye nem célország vagyunk, hanem tranzitország vagyunk. Tehát külön vonatokat biztosítsunk a menekültek számára, akik ugye szír állampolgárok, és Németországba szeretnének eljutni. Csak a szírekről van szó, és csak Németországig, vagy hogyan oldanák ezt? Nem, milyen konkrétumokat tud mondani? Még egyszer mondom, tehát nem az a kérdés, hogy kitoloncolni mindent és lezárni, mert a kerítés mint nem toloncolást, ezt a szót nem is használtam. Hát, megoldani, tranzit országként megoldani, hogy át tudjanak jutni Magyarországon. Nagyon egyszerű, hát erről beszélek, hogy ha van felelős kormány, ha vannak azok a hivatalok, amelyek arra az a feladatuk, hogy ezeket a helyzeteket, mint ideérkező emberek ezreit naponta kezeljék, akkor ott létszámbővítésre van szükség, ott forrásbővítésre van szükség. Elmondtuk, a költségvetés céltartalékai ilyen helyzetekre valók. Forrást kell adni arra, hogy embereket lehessen fölvenni, akik a migráns hivatalokban képesek hatékony, gyors eljárásban kideríteni, hogy ki az, aki valójában menekült, és azt tovább engedni, és engedni, hogy eljusson abba a célországba, ahova szeretne, és minden olyat, aki viszont nem ebből az országból, nem abból az országból érkezik, vagy nem menekült státusza van, azzal szemben ugyanúgy eljárni. Hogyha nem a forrás oldalát nézzük, és nem az emberi erőforrás oldalát, vagy a pénzforrás oldalát, így értem a forrást, akkor ön szerint emberileg kellőképpen, felkészülten, jól, vagy csak az alapszót használva, emberi módon kezeli Magyarország a menekült kérdést? Hát az elmúlt 8 hónap tükrében sajnos a magyar kormány nem felelősen kezeli ezt a kérdést. Pontosan az látszik, ideje lenne, hogy felelősen kezelje. Tehát amiről mi beszélgetünk, az valójában azt jelenti, hogy mondjuk a kerítés megépítésének az elmúlt 5 hónapjában, ma a világban, de nem kell a világban, Európában olyan technikai határzárak rendszere létezik, amelyen nem hogy tömegeket, hát egy madarat is meg lehet mutatni, hogy az tiltottan lépte át a határt. Ehhez képest mi történt az elmúlt 5 hónapban? Mindenki a kerítésről akart beszélni, hogy akkor most van-e kerítés vagy nincs, és kiderült, hogy a kerítés építése közepette ugyanannyian lépik át a határt. És ez sajnos, mivel hogy egy valós problémáról, egy létező problémáról beszélünk, ezért nem is hiszem, hogy a kerítés önmagában bármilyen megoldást eredményezhetne. Akkor mondok még egy javaslatot, hagyják abba a kerítést, nem érdekel, hogy ki mennyit keresett vele.
fejezzék be, és olyan eszközöket vásároljanak, amelyek képesek biztosítani minden magyar állampolgárnak a biztonságát Magyarországon, de van még egy nagyon fontos dolog, és ez is látszik az elmúlt hónapokban. Biztosítani kell, hogy a schengeni határok is megmaradjanak. Biztosítani kell, hogy a magyar állampolgárok és az itt élő állampolgárok szabadon utazhassanak Európába. Mert ha ez elvész, ha ezt gyengíti a kormány, akkor mindaz, amiért küzdöttünk 1989 óta, az mind a semmivé válik. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy bejött és megosztotta velünk a gondolatait.